Eléggé földön túli hely Bolívia és Chile között, a Salar de Uyuni, ami egy sósivatag. Én szóval nagyon-nagyon száraz időszakban látogattam meg, így is egyébként az az érzésem, mintha nem a földön lennél. Ez itt csak és kizárólag egy sósivatagot látsz magad körül, akármilyen irányba elnézel. Ennek a helynek a popularitását egyre inkább az adja, hogy ha egy kicsit esősebb időszakban tudod meglátogatni, és víz borítja a felszínt, akkor gyakorlatilag kilométerekre, ha elnézel, tükröződik a teljes égbolt. Szóval ez egy olyan tüköreffekt, ami nagyon-nagyon sok ember, egyre több embert bevonz, de még így is relatíve ismeretlen. Szóval azért, hogyha Dél-Amerikáról van szó, akkor általában nem tudom én, Krisztus Szobor, Rio, Machu Picchu, Cancún, Mexikó, ezeket hallom, hogy ide mennek az emberek, de azért, aki több időt eltölt Latin-Amerikában, az általában beleszokott futni ebbe a helybe, és az egyik legjobb élmény a végén. Egyébként Bolívia nagyon-nagyon olcsó hely, ez tényleg is nagy sósivatag, és egyébként egy szakaszán az eredeti Párizs-Dakar az keresztül haladt, csak utána talán a szenegáli viszonyok miatt az egész útvonalat megváltoztatták, és azóta már nem halad el Bolíviában. De van egy Dakar emlékmű is a sivatagon belül. Nem jártam még a Holdon, de ilyennek tudom elképzelni. Tehát nem látsz élőlényeket, nem látsz növényeket, hanem egy nagyon nagy fehérség között. Tényleg fehér minden. Meleg van. Tehát, hogy ez a kettősség az, amit úgy nem tudsz hova tenni, és egy nagyon jó élmény, egy olyan dolog, ami azért eléggé speciális. Túrák vannak, tehát még az utolsó körülbelül ilyen úgy, ahogy lakott település, bár már az is tényleg nagyon a világ vége, de ott gyakorlatilag mindenki a túraszervezésből él, és akkor ilyen jeep túrák, ilyen 5-6 fős csoportokat visznek, és így látogatod meg általában ezeket a helyeket, és akkor van több opció is, tehát téged vagy kitesznek a határnál, és akkor mész egyedül tovább, vagy pedig vissza is vihetnek egyébként a bolíviai szakaszra. De ezek jól a szervezett dolgok, és senki nem császkál egyedül a sivatagon, úgyhogy biztonságos, nem így biztonságos.